ígéretemhez híven újra eljöttem Korrádi Ilonához, a Margit körút 36-ba, ahol ismételten a lélekmasszázsról, a hangtálmasszázsról és annak rejtelmeiről beszélünk tovább. Tartsanak velünk! Akkor megkérnélek, hogy mutasd be a hangtálat, mint eszközt, hogyan dolgozol vele, miként, és próbáljuk meg megszólaltatni. Mivel, hogy 7 fémből van, végtelen nagy a rezgés tartománya, a mélyebb hangokat inkább az alsó csakrára használom, a gyökér, a szakrális csakra és a hasi csakrára. A magasabb hangok a szívcsakra, a torokcsakra, a homlokcsakra és a koronacsakra energiáját biztosítják. A bizalom egy fontos szempont, gondolom, a terápiában. Neked is ki kell alakítani egy bizalmi állapotot, vagy csak a vendégednek? Egyértelmű mind a kettőnknek, de ahogy meglátjuk egymást, ott már elindul egy gyönyörű bizalomenergia, hiszen ő is tudja, miért jött, én is tudom, hogy miért jött, és egymásnak tudunk segíteni. Volt, aki nehezen oldódott? Hogyne. Természetesen. Nagyon sokan úgy jönnek el, hogy csak hallotta a barátnőjétől, az anyukájától, a kollégájától, a testvérétől, és nagyon sokan azért is jönnek el, mert kíváncsiak, hogy hogy történt, hogy a testvérének sikerült valami, és ezért jön el, és akkor hát már egy pici bizalomot már azért kialakul. Gondolom az ember valójában itt érti meg, hogy mi történik akár vele, akár a rezgésekkel, akár a lelkével. Ez azonnal hat, vagy ha elment innen? Azonnal hat. Tehát érezni lehet gyorsan. Igen, érzi, gyorsan érzi. Bizsergető érzés, nevettető, csiklandozós érzés, vagy csak egy nyugodt állapotba kerül, egy zaklatott állapotból például. És ez egy nagy bizalmat ad nekem is, és neki is. Érdekelne az, ha valakin ékszerek vannak, gyűrű, nyaklánc, fülbevaló, ezt le kell venni a kezelés alatt, vagy maradhat? Berezonál ez valamilyen szinten mondjuk abszolút a kezelésben? Nem. Tehát nem. Nem, abszolút nem, nem fontos. Teljes mértékben maradhat. De gondolom, hogyha a páciens úgy érzi, hogy ezt le szeretné venni, akkor ez is olyan, hogy ilyen belső üzenet alapján történik? Mert mindig azt szoktuk mondani, hogy a gondolatainkkal teremtünk, a gondolataink üzennek nekünk. Csak meg kell hallani ezt a bizonyos belső hangot. Így igaz. Egy belső hang által megyünk el bárkihez bármilyen segítséget kérni. Vagy éppen azt tiltjuk le, vagy úgy érezzük, hogy utolsó pillanatban mondjuk lemondjuk. Most nem effektíven rád gondolok, hanem egy mondjuk terápiás kezelésre velem gyakran volt az, hogy megbeszéltem valakivel, hogy oda megyek, és jó, nem utolsó pillanatban, mert senki idejével nem játszunk, de valahogy közben úgy éreztem, hogy erre én még vagy nem vagyok érett, vagy nincs még itt az ideje, vagy hagyjuk. Igen, volt olyan nálam is az életem során, hogy beígérkezett az illető hölgy, és az utolsó előtti pillanatban azt mondta, hogy ő még nincs erre felkészülve, és én mindig azt mondom, hogy mindenki a megfelelő időbe érjen oda, ahova kell, és kapja meg azt, amire szüksége van, mert így kerül majd a boldogság a nyugalom állapotába. Bizonyos holdhatások hatnak ránk, ezt tudjuk. Ott van a teli hold, ami egy roppant feszültséget okoz, vagy nem tudunk aludni, feszültebbek vagyunk. Erre is alkalmazható a hangtálterápia? Igen, egyértelműen. Hogyha nagyon nyugtalan valaki, akkor egy olyan rezgés biztosít, amivel teljes mértékben el tud lazulni. Volt már nagyon sok példa, hogy elaludtak emberek egy 25-30 perc után, és a mondjuk egy órás kezelés felkelése után, felébredése után azt mondta, mintha 8 órát aludt volna, és az egész világ megváltozott benne, mert... Ez volt a pihentető. Igen, ez a pihentető. Igen, na most, igen, van a másik, amikor valaki kicsit lustácska mondjuk tanulni, vagy egyáltalán bármilyen sportot űzni, és akkor ő azért jön el, mert szeretné egy kicsit felpezsdíteni a vérét, illetve felpezsdíteni az életenergiáját,
ugyanúgy működik a hangtálas, csak akkor egész más hangokat kap. Gondolok itt az új holdra, hiszen akkor vagyunk teli céllal, akkor nagyobb bennünk az energia, a tervezés, tehát itt is a holdállás azért hat. És mi van akkor, amikor elengedünk félelmeket? Azt tudjuk fogyóholdnál, de ugyanúgy a műtétek is fogyóholdnál sokkal jobban sikerülnek, kevesebb a vérzés. Igen. Nagyon fontos, hogy a fogyóhold nagyon sokat tud segíteni nekünk ebben, és a hangtál is nagyon sokat tud segíteni ebben, hogy a gyógyulás gyorsabb legyen. Kevesebb fájdalommal és feszültséggel járjon, és minél hamarabb gyógyuljon meg a test, a szellem és a lélek. Amikor te megkaptad vagy megvetted ezt a bizonyos hangtálat, hogy barátkoztatok össze? Hiszen én azt hiszem, hogy mindennek van lelke. Teljesen mindegy, hogy tárgyról, élettelen tárgyról van szó, vagy növényről, de én azt hiszem, amikor tartok valamit a kezemben, annak nem csak a rezgését, hanem azt érezni kell. Igen, így igaz. Nagyon sok hangtál volt ott, ahol én ezt úgymond kiválasztottam, vagy kiválasztott a hangtál, mert azt mondta az a kedves hölgy, akitől vásároltam, hogy emeljem meg, fogjam meg, kongassam meg, és amelyik a legkedvesebb számomra, amelyik a legjobb érzést biztosítja, azt válasszam ki, és körülbelül 15 hangtálat fogtam a kezembe, mikor ez a hangtál a kezembe került, és akkor valami érdekes érzés volt, mert végig szaladt rajtam egy olyan bizsergetős, szinte hidegrázós, vagy nem tudom milyen érzés, hogy ez az a hangtál, amivel nagyon sokat fogok dolgozni, és végtelen sok jót teremtek. Sokszor az az érzésem, hogy ez az egész hangtál olyan, hogy van egy nagy űr a belsejében, tehát oda le tudjuk tenni a gondokat, a problémákat, a fájdalmainkat, aztán abból majd átalakulva egy pozitív energia jön ki valahol, vagy úgy elvész az űrben. Ez nagyon érdekes. Amikor eljönnek ide hozzám, és azt mondják, hogy ilyen és ilyen problémájuk van, és elkezdjük a hangtállal fölvenni, úgymond a kapcsolatot, és dolgozunk az ügyön, akkor mindig az van, hogy mi történik ezekkel az energiákkal, ők is ugyanúgy megkérdezik, hogy hova kerül, mi történik. Teljes mértékben átalakul. Azok a fájdalmak, félelmek, szomorúságok, haragok, dühök, amit addig éreztünk, az egyszerűen elszáll szinte, és átalakul egy nyugodt, kiegyensúlyozott, békés energiává. Igen, mert azt hiszem, ha kapunk egy betegséget, azt valamiért kapjuk, megélünk valamit, megtanulunk valamit, de utána nehéz letenni, ha nincs valami, valaki, aki ebben segít. Mert néha egy kicsit úgymond trányok vagyunk bizonyos szempontból, meg lusták, hiszen mindennel munka van. Na most a legjobb, hogyha mondjuk mi magunk egy kicsit lustán állunk hozzá, akkor keressünk valakit, aki segít ebben. És én azt hiszem, hogy mindenki megtalálhatja a hozzá közel álló oldási módot, rendezési módot, azzal, hogy visszaállítsa teste-lelke harmóniáját. De mi van akkor, ha mondjuk a terapeuta megtelik mindenféle negatív energiákkal, hiszen hozzád is hozzák az emberek a puttonyaikba a problémát, és hol van az a határ, ahol neked valamit tenni kell a saját érdekedben, és azaz védeni magad, oldani magad, hogy történik ez? Igen, nagyon fontos a csend, a békesség, egy kis fény, egy kis gyertya. Hogy történik az most, amikor te úgy érzed, hogy na most eljött az bizonyos pillanat, hogy regenerálódj? Igen. Keresek egy csendes kis zugot az otthonomba, gyújtok egy fehér gyertyát, és a hangtálat ugyanúgy, mint ahogy a vendégeimnél, megkérem a segítségét. Magamra teszem, és ugyanúgy magammal törődve hangtálazok. Saját magamat kikongatom, úgymond, hogy azok az energiák, amik engem is nagyon megérintenek, azok ne maradjanak bennem. Milyen gyakori ez a segítségkérés, úgymond a hangtáltól? Igen, hetente egyszer mindenféleképpen meg kell csinálnom. Ez mellett még nagyon sok mindent csinálok, nagyokat sétálok. Egy légzőterápiát használok arra, hogy minden olyan energia, ami nem a
az én javamat szolgálja, az mind távozzon belőlem, de senkit ne bántson, és mellette még sportolok is, hogy ezt így tudjam tartani. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettünk, nagyon köszönöm a sok jó információt a kedves nézők nevében is, és remélem hamarosan azért folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget mindenre.